A méhészet négy évszaka. Tavasz. Március eleje a hegyekben. Itt-ott hófoltok tarkítják még a tájat, de tavasz közelettével a napsütés egyre erősebb. A hó is olvadásnak indul. Észak-Magyarország, Szederkény puszta. A méhek is legalább annyira unták már a hosszú telet, mint a méhészek. Reménykednek, hogy a március meghozza a várva várt tavaszt, és újult erővel ismét szorgos és kölcsönös munkához láthatnak. A nappalok hosszabbodnak, és az élet felpesdül a méhesben. Most már az egér vagy a cickány kártételétől sem kell tartani, így a tél elején felrakott egérrácsok is lekerülhetnek a kijárókról, ezzel is segítve a korai virágporhordás okozta közlekedést a rögnyilásban. A méhek akár hónapokig is képesek visszatartani bélsarukat, ha a tél folyamán nem tudnak kirepülni. A tavasz közelettével, melegebb napokon, mikor a hőmérséklet árnyékban 10 Celsius fok fölött van, már kimerészkednek és megszabadulnak a tél folyamán összegyűlt csalakanyagaiktól, foltokat hagyva mindenhol. A gyarapodó fiasítás, a peték, álcák, bábok egyre nagyobb száma gyorsan feléli az ősszel raktározott virágport, ezért a méheknek ezt pótolniuk kell. A legkorábban virágzó növényeket keresik fel. A virágport a méhek a harmadik pár lábának kiszélesedő, szőrkoszorúval szegélyezett részében, az úgynevezett kosárkában gyűjtik össze és szállítják haza. Sietniük kell, mert ilyenkor az időjárás nagyon változékony, csak pár óra alkalmas a gyűjtésre. Elég egy átvonuló felhő, egy hideg szélroham, és a méhek ledermedve pusztulhatnak el odakint. A vízigény is ugrásszerűen megnő, viszont a méhek a vizet nem raktározzák, hanem tavasztól kezdődően külső forrásból szerzik be. A túl hideg víz miatt tömegével dermedhetnek le és pusztulhatnak el a vízhordó méhek, hiszen életük árán is kirepülnek, hogy vizet találjanak. Ezért a gondos méhész ebben az időszakban meleg vízzel látja el a méhek itatóját. Mikor a hőmérséklet már árnyékban is 15 Celsius fok fölé emelkedik, a méhész egy futóvizsgálatot tesz méh családjain. Ilyenkor derül ki, hogy sikeres volt-e az áttelelés. Lényeges kérdés, hogy van-e fiasítás. Ha van, akkor milyen a kinézete? Hiszen ebből következtetni lehet a méhanya meglétére. Van-e elegendő élelem a méhcsalád további fejlődéséhez? Ha valami oknál fogva nincs, akkor ezt cukorlepénnyel ideiglenesen pótolni lehet. Sajnos nem minden méhcsalád telel át, vagy ha igen, akkor csak erősen megfogyatkozott gyenge népességgel. Egyre többet lehet hallani a tömeges téli pusztulásokról, amiben olykor egész méhészetek mennek tönkre. Ebben több tényező is szerepet játszhat. Ilyen lehet a méhész szakmai hibája. A kevés vagy rossz minőségű térre elraktározott élelem, vagy a rosszul végrehajtott varroa atka elleni kezelések.
Az éghajlatváltozás okozta időjárási szélsőségek és a növényvédelemben használt szerek miatt legyengült immunrendszer. Ezek velejárója egy spórás egysejtű kórokozó, a nozéma, más néven gyomorvész. Fő tünete a méhek hasmenése és a bérsálfoltok a kaptárban lévő keretek tetején. A beteg méhek gyakran röpképtelenekké válnak, a méhcsaládok legyengülnek, elnéptelenednek és el is pusztulhatnak. Az üressé vált kaptárakat fertőtleníteni kell, amit a leghatásosabb lánggal elvégezni. Ha bármilyen méhbetegség is jelen volt, akár tünetmentesen, ezzel meg lehet előzni a jövőbeli problémákat, ha a kaptár újra benépesítésére kerül majd a sor. Átvizsgálás során fel kell mérni a méhcsaládok lépkészletét, és a tél folyamán megpenészedett kereteket el kell távolítani. A kaptár alján a felbontott téli élelem viaszmorzsái hevernek, és azok az elpusztult méhek, akik már nem tudták megélni a tavaszt. És előfordulhat az is, hogy nem kívánatos téli vendéget is találunk a kaptárban. Ezért fontos mozzanat a kaptár aljak kitakarítása. A méhet maguktól is kihordanák, de ezzel is elősegíthető töretlen fejlődésük. A kiszedett hulladékot külön kell összegyűjteni és elásni vagy elégetni a fertőzés veszély csökkentése miatt. A lépekben még meglévő fedett méz felvillázása a dolgozó méheket munkára, tisztogatásra ösztönzi, ez pedig a méhanyát a petézési lendület növelésére serkenti. A nyitott mézet a méhek nem tűrik, ezért azt felhasználják, áthelyezik, esetleg újra lefedik. Ez a beavatkozás a tavaszi fejlesztés igazi motorja lehet. Áprilisra a hegyekbe is megérkezik az igazi tavasz. Felélénkül a természet, virágba borulnak a növények. A méhek is szívesen járják az erdős vidékek, patakvölgyek fűszfáit és virágait. Északon, a heves Borsodidomság vidékén, a jelenlegi magyar-szlovák határ közelében akár két hét eltérés is lehet a növények virágzásában Magyarország délebbi részeihez képest. Az éghajlati különbségek miatt itt később indul a természet. Ez a különbség a méhek fejlettségében is jól észrevehető. A déli megyék méhészeteiben a méhcsaládok sokkal fejlettebbek ebben az időszakban. A gyümölcsfák egymással versenybe kezdenek virágozni. Kisebb gyümölcsösök is már nagyobb mennyiségű nektárt és virágport biztosíthatnak a méheknek, ha az időjárás is megfelelő. De a legszeszélyesebb hónapunk tartogathat meglepetéseket. Lehűlés, kemény fagyok és fagykár a virágokban.
Szeles hóviharok is akadályozhatják ebben az időszakban az egyébként bőséges mennyiségű virágport adó tavaszi mélegelő kihasználását. Április közepére már a nemzedékváltás is végbe megy a méh családok életében. Az új fiasításból kikelt fiatalok fokozatosan átveszik a megterhelő munkát az öregektől. A telet megélt öreg méhek elnyűjt szervezete végképp elhasználódik, és nem sokra rá elpusztulnak. A kijáró méhek száma látványosan lecsökken. A népesség eléri az éven belüli negatív csúcsot. Ugyanakkor az egészséges méhcsaládoknál már szép számmal találhatunk bundás, fiatal méhecskéket, ami megalapozza a repcehordásra való felkészülést. Ez idő tájt szerte az országban, sárgába borulnak a szántóföldek. Virágzik az őszi káposzta repce. Fontos és értékes olajnövény, ugyanis kedvező viszonyok között hasznot hozhat a gazdáknak. Akár 4 hétig is virágozhat, éppen a gyümölcsfák és az akác közti időszakot fedi le. Hideg hajnalra ébrednek a méhészek a hegyekben. A méhek sem aktívak még, így könnyű bezárni a kaptára kijáróit. A felső takarást leszedve és a szellőzőnyírást kinyitva biztosítanak a méh családoknak elegendő levegőt a vándorútra. Mivel a közeli földeken nincs virágzó repce, ezért a méhészek messzebbre vándoroltatják méh családjaikat. Manapság nem könnyű megbízható alkalmi munkaerőt találni, így egymásnak segítenek a méhésztársak a kaptárak rakodásában. Most az egyik, következő nap egy másik rakomány kell útra. Úti cél az Alföld sárgán virágzó repceföldjei. A vándortanyára megérkezve a méhészek neki kezdenek a kaptárak lerakodásának. Majd a szellőzőket visszahajtják, és visszakerülnek a hőmegtartást segítő felső takarások. Ezután kiengedik a méheket. Gondoskodnak a vízutánpótlásról és az engedélyek mellett a méhek jelenlétét jelző táblák kirakásáról és a vándorhely őrzéséről. Kedvező időben a méhek reggeltől késő délutánig járják a repcét, hasznosan beporozzák. Virága erős illatú, talán emiatt a méhek ingerültebbek a megszokottnál. Minden más virágot képesek otthagyni a sárguló határért. Mivel a méhészek számára az egyik legfontosabb tavaszi mézelő növény, ezért a növénytermesztőknek nagy hangsúlyt kellene fektetni növényvédelmi tevékenységük során a méh kimérő technológiára.
Az elmúlt években rohamosan megnőttek a növényvédőszer okozta mélypusztulások. A sok virágpor és nektár kedvezőleg hat a méhcsaládok fejlődésére. Sok esetben elvehető mennyiségű mézet is jelenthet a méhészeknek. Méze gyorsan kristályosodik, ezért akácvirágzása előtt tisztító pergetést kell végezni, mert különben a repcemézzel keveredve minden más méz is megkristályosodik. Ezért a méhcsaládok már egy másik vándorhelyen találják magukat, ahol elvirágzó repcetáblákat nem, de nyiladozó alföldi akácerdőket már találhatnak. A méheket átvizsgálva ilyenkor nem csak a mézelvétel a fontos. A fejlődő méhcsalád fészek bővítést is igényel. Az élénk tavaszi gyűjtés, a sokasodó virágpor kihat a méhek építő ösztönére is. A korábban berakott műlépes kereteket már szépen ki is építették, így újabbakkal is bővül a méhcsalád. A méhészek egymást segítve ezen a vándortanyán pergetik ki a repcemézet. A mézes keretről mélesöprő kefe segítségével lesöprik a méheket. A méhek vékony viaszréteggel fették be a beérlelt mézes sejteket. Ezért a keret a fedelező állványra kerül, és a viaszréteget fedelező villa segítségével felszaggatják. Ezt a műveletet nevezik fedelezésnek. Ezután a keretek a pergetőbe kerülnek. A méz a lépekből a centrifugális erő hatására kicsapódik az oldalfalra. Onnan lefolyik a pergető aljára, ahonnan a csapon és egy szűrőn keresztül a méztároló edénybe, majd a mézes hordókba vagy a mézes üvegekbe kerül. Fent északon még csak a galagonya bokrok öltöztek fehérbe. De már nem kell sokat várni, hiszen amint elvirágzik, remélhetőleg az akácfák is megteszik ugyanezt. Viszont az alföldi akácerdőkben sok helyen már beindult a virágzás. Magyarországon a 18. században kezdte el máig tartó hódító útját, és az alföldi fásítás legfontosabb növénye lett. Napjainkban az összes erdőterület 22,5%-a, azaz több mint 460 ezer hektárt elfoglaló fafaj. Az akác természetvédelmi szempontból az invazív, idegenhonos fafajok közé tartozik. Méhészeti szempontból viszont a legjelentősebb mézelők közé, amiről a világszerte ismert magyar akácmézet lehet pergetni. Így vívta ki magának a Hungarikum védjegyet, a magyar akácfa és méze. A virágok akkor nektároznak a legjobban, ha a hőmérséklet 25 Celsius fok körül mozog, szélcsend van, párás a levegő és melegek az éjszakák. Az elmúlt években viszont elég szélsőségesen mézel. A változóban lévő éghajlat miatt szeszélyes az időjárás, és a gyakori tavaszi fagyok pedig károsíthatják a fagyra érzékeny virágkezdeményeket. Hazánkban
A domborzati viszonyoknak köszönhetően eltérő az akácerdők virágzási ideje, és ez készteti vándorlásra a hazai méhészeket a nagyobb hozam elérése érdekében. Ha a napi hordás elérte a csúcsot, és az ezt követő napon már csökken, akkor érdemes továbbállni a következő növekvő hordást mutató akáclegelőre. Természetesen ezt sok minden befolyásolhatja, legfőképpen az időjárás. Ahogy teltek a napok, egy május végi hajnalon a méhészeink is úgy döntenek, hogy már ideje itt hagyni az alföldi akátos vándortanyájukat. Ez így van, vagy hogy? Ez így van. Így. Én szerintem ez már így elégedik. Jó, úgy van, hogy ilyen. Felpakolták a maradék kaptárokat a teherautóra, és elindulnak az északi hegyek akácvirágai után. Haza. A munkafolyamat ugyanaz, mint eddig. A kaptárakat a helyükre kell pakolni. A takarást rendezni, szellőzőnyílást bezárni. Majd kinyitni a kijárókat, hogy a hosszú út során bent várakozó méhek újra kirepülhessenek, és beazonosítsák méhlakásuk helyét az otthoni környezetben. Az északi akácvirágok illata más vándorméhészeteket is vonzanak a hegyekbe. Gombamód nőnek ki a különböző kaptártípusok, konténerek és vándortanyák az erdőszéleken. Az itteni akácméztermés reményében sokakat a több órás út és a hosszú kilométerek sem riasztanak vissza, akár Magyarország legdélebbi megyéiből. És vannak, akik a végső határig is elmennek. Szó szerint. A méhek újra neki kezdenek a nektárgyűjtésnek, és ha az időjárás is kegyes, akkor a kaptárak súlya is gyarapodni fog. Nem minden évben egyforma az akácfák virágzása. Erről leggyakrabban a koratavaszi fagyok tehetnek rügypattanáskor. Ekkor látszik meg, hogy az erdő foltokban fehéredik, vagy csak a fák felső harmadában jelennek meg az első virágok. De ha kegyes volt a koratavasz, akkor tetőtől talpig egész erdőrészek borulnak virágba. Ezért sok tényezős dolog az, hogy a méhek mennyi nektárt tudnak gyűjteni, és milyen lesz az akácmész hozama. A szeszélyes időjárás miatt néha csak pár nap áll rendelkezésre a megfelelő gyűjtésre. Ezért sok múlik azon, hogy a méhész hogyan tudta felkészíteni a méhcsaládokat erre az időszakra. Ha minden jól alakul, akkor egy kis idő múlva már viaszréteggel fedett, beérlelt akácmézes kereteket találhatnak a kaptárjaikban a méhészek, és neki kezdhetnek az akácméz kipergetésének.
Egyre jobban melegszik az idő. Az akácvirágok hamar elhervadnak, szirmai lehullanak. Vándorméhészeket sem találni már az erdőszéleken, csak a kaptárak nyomait és a vándortanyák üressé vált helyeit. Elindultak haza, hogy az akác utáni nyári mélegelők egyikére. Hiszen ha az akácvirág lehullatja szirmait, hamarosan beköszön a nyár.